És ez a predikáció, ez az isteni üzenet a legfontosabb üzenet az ember számára. Én készülök a halálomra, de én megmutatom a szűz bölcsőjét, aki majd karácsony titokzatos éjszakáján, amikor ideje érkezik, újra szül engem. Ezen a napon a szegediek jó néhány emberöltővel ezelőtt elindultak gyalog Mária Rodnára. Mária Rodna, ez itt a Kárpát-azói is egybe, az Erdélybe található, Lippavára mellett, a Világosi mező mellett. Gyalog mentek 6 napon át. És azért mentek, hogy a nagy nyári munkák után elnyűjjék testük maradék erejét is. Azért mentek, hogy a szent napon, szent időben, a szent helyen létrejöjjön a misztikus találkozás a Teremtő Istennel. Hogy tőle első kézből hallják, hogy halálát jelenti be, és tőle első kézből tudják, hogy az őt újra szülő asszony bölcsője, én itt van. A szegediek azt tartották, hogy aki egyszer, legalább egyszer gyalog nem járta meg Radnát, legényként vagy lányként, az nem tud igazán házas lenni. A legények vőlegény ruhába mentek, a lányok mennyasszony ruhába mentek, akkor, amikor még a legény nem volt vőlegény, s a lány nem volt mennyasszony. És ezen a napon, kisasszony napján, az előző este, és a kisasszony napján előző éjszakát, azt a templomba vagy a templom mellett töltötték el virrasztással és bőjtel, és mentek föl a templom melletti dombra, hogy minél előbb meglássák a napot. És mielőtt vették volna a hírt, a napnak gyóntak meg. Amikor hidegen kel föl a nap, akkor van a legtisztább fénye. A gyónás az nem olyan volt, mint ahogy mi tesszük, nem sorolták tételesen a bűneiket. Találkoztak a legtisztább fénnyel, és a bennük mocskossá vált, szükségképpen mocskossá vált fényesség elszégyelte magát. Ez a gyomlás. Amikor nem más szégyenít meg, hanem én jutok olyan helyzetbe, hogy elszégyelem magam. Öregjeink nem tudtak meggyónni a papnak. Az én pankasz öregapám is halál előtt, mikor az utolsó kenetet adták föl neki, akkor tudott meggyónni a papnak. De a napnak gyóntak. Nem tételes gyónás volt. Nem az égitestnek gyóntak, félreértés ne essék. Gyóntak annak, igazuk van, gyontok annak, akit megidézett a nap számukra. Ez a gyónás időszaka volt.
Ilyenkor tisztává kell tenni az ember lelkét, hiszen a sötét időszak következik. És ha ilyenkor nem szabadulok meg a rendetlenségtől, úgyhogy elszégyellem magam a nap tisztasága okán vele szembesülve, Jézussal szembesülve, akkor nagyon kegyetlen lesz az élet a hátralévő sötét napot. Még egy ünnep van vissza, ez pedig a Vénusz otthonában, a mérlegben van. Ez Olvasós Boldogasszonynak a ünnepe. Olvasós Boldogasszony ünnepe az október 7-én van. Az olvasó mozgalom az a 15. századtól terjedt el szinte az egész keresztény világban. A török veszedelem erősíti az olvasó mozgalmat. Mindenki ismeri a Szent Olvasót. Vénusz az a szeretet és a szerelem. Egész október, nem csak október 7-e, az Szűz Máriájé, a szereteté és a szerelemé. Ilyenkor vannak az októberi liktánia. Miféleképpen művészet? Olyanféleképpen művészet ez, hogy egyáltalán művészetnek lehet nevezni valamit. Hiszen az októberi litániákon, amiknek alapját az olvasós buzgalom, olvasós boldogasszony adta, a litánia imamalmával az ember léte fölé kerül. Kinyitja a lelke kapuját. Az imamalom hasonló természetű, mint a dobszó. Aki tette a litániát, vagy tette a szent olvasót, mind a hármat egymás után, s a többit is, az tudja, hogy egy idő után már nincsen teste, már kifogyott belőle minden testi vágy, már csak azt érzi, hogy jó a lét, hiszen Isten tenyerére került. Ez a művészet lényege. A művészet lényege az, hogy az ember léte fölé emelkedjen, hogy Isten tenyerére emelje és rendezze őt. Ez az olvasós buzgalom. Régen az olvasótársulatok, azok ott ültek a templomban, mise előtt egy órában. Ma azt tapasztalom, hogy Mátyásföldön járok templomba, hogy a misére úgy beesnek az emberek. Amikor már prédikál tisztelendő atya, még akkor is jönnek. Jönnek melegítőbe, jönnek pólóba, jönnek úgy, ahogy egyébként is vannak. Minek mennek el a templomba? Teljesen szükségtelen, hogy elmenjen valaki a templomba. Teljesen szükségtelen. Egész életünk ilyenné vált. Mindenhova beesünk. Beesünk saját életünkbe, beesünk saját házasságunkba, beesünk a gyerekszülésbe, beesünk mindenbe, mindenhonnan úgy elkésve egy csöppet. És az elkésett ember mindig szólt. Az elkésett embernek soha semmire nincs ideje, nincs élet. Ő mindig azt hiszi, hogy az élet majd valahol ott jön, nem, az élet az mindig van. Minden percben. És sehonnan nem szabad elkésni. Főleg nem szabad elkésni
az áldozat bemutatására. És a régiek készültek rá. Az olvasó társaság, a rózsafüzér társaság, az ott bent ül ma is Palóc vidéken a templomban. És imamalmokkal előkészítik a templomot. Előkészítik az áldozat bemutatására. Hiszen az áldozatot Isten tenyerén kell bemutatni. Az lét fölötti, vagy nem kell bemutatni. Az imamalom azoknak a lelkét is kitárja, akik nincsenek ott. Számos esetben megyek így be templomban, már kívülről érezni, hogy imádkozik a templom. Imádkoznak a falak, a torony, a fák, minden imádkozik. Akkor belép az ember, ahogy hármat lép az ember, rögtön érzi, hogy tárul ki a lelke. Ez a művészet. Ez a művészet célja, minden művészet célja, értéke és érvénye az, hogy rendeződjék az ember. Ez pedig csak ott lehet, Isten tenyerén. A Tescóban nem. Ezt nem véletlen mondtam, mert manapság a templom a Tesco. Shoppingolni megy a család. Hova megy shoppingolni? Ez az aranyborjú korszaka. De mondom, a visszaszámlálás megkezdődött. Íme itt ezek a ünnepek heten, és ha megfigyelték, akkor azt is számon tartották, hogy 7 bolygó van jelen ezeken a helyeken. Mind a 7 bolygó egyszer szerepel. Jupiterrel kezdődik, aztán Szaturnusz, aztán a Mars, aztán a Hold, a Nehézkes Mária idején az asszony, aztán a király idején, Nagy Boldogasszony idején, a korona felajánlásának idején a nap, aztán a Merkur, amikor fontos hírt közöl a nap, bejelenti a halálát és megmutatja a bölcsőt, az ő világra szülő asszony bölcsőjét, aztán a Vénusz, a szeretet és szerelem időszakán. Mert ami az imamalomnál történik, az kezdetben szeretet, aztán szerelemné válik. A szerelem nem tévesztendő össze a szexel. A kettőnek semmi köze egymáshoz. Semmi. Az ég egy világon semmi köze egymáshoz. A szerelem a legtelsebb odaadás. A szerelem lét fölötti állapot. A szerelem a művészet lény. Ők heten. Ha kétszer szerepelne egy bolygó, ez azt jelenteni, hogy egy másiknak ki kell maradnia. 7 bolygó tulajdonság van, bolygó mutatta, Isten adta tulajdonságban, 7féléképpen valósul az egyetlen asszony, a boldog asszony rendje. Egy asszony. Egy asszony 7féleképpen viselkedi az esztendőkörös változás rendbe bennünk, valahányunkban. Most már csak felsorolom a többi ünnepet, mert nagyon elment az idő, és csak vázlatát tudtam adni ennek. A többi ünnep is mind itt található. November 21-e, nyilas időszaka,